Milyen új kezelési eljárások vannak jelenleg a stroke prevenciójában? A stroke prevenció egy nagyon összetett terület. Többféle gyógyszeres, sebészi, sőt eszközös lehetőségünk is van. Gyógyszeres kezelés szempontjából talán a legnagyobb áttörő újdonságnak tekinthető tényező a PID-fal fibrilláció okozta sztrókok megelőzési stratégiája. Ebben az áttörés azt jelenti, hogy a régi hagyományos vérigító K-vitamin antagonista kezeléshez képest most gyakorlatilag jelenleg három elérhető új, kicsit más hatásmechanizmusú szerrel van lehetőségünk megelőzni a PID-fal fibrillációt. A nagy tanulmányok azt mutatják, hogy egy minimum olyan hatékony, illetve bizonyos gyógyszerek esetében még hatékonyabb prevenciót el tudunk érni, illetve talán egyik fő üzenete ezeknek a szereknek, hogy jóval biztonságosabban, főleg elsősorban agyvérzések szempontjából jóval biztonságosabban, mint korábbi hagyományos kezelés esetében. Talán újdonságnak tekinthető a prevenció szempontjából, hogy az antilipémiás, tehát a lipid csökkentő kezelés szempontjából is új eredmények állnak rendelkezésre. Ugye jó ismertük, hogy a lipid csökkentés szintén kulcsszerepű a stroke megelőzésében, el kell érni alacsony lipid szinteket, LDL koleszterin szinteket, ezáltal tudjuk csökkenteni a stroke rizikóját. Itt a korábbi hagyományos, jól ismerten bizonyított statin kezeléseken kívül most egy ilyen koleszterin felszívódást gátló gyógyszer is bizonyítottan csökkentette a különböző végpontokat, sztrókot, kardiovaszkulás halálozást. Tehát ez is egy újdonság. Az eszközös megelőzésben is új lehetőségek vannak, konkrétan ha visszatérünk a PID-fal fibrillációra, a szelektív betegeknél, akiknél például az antikoagulás vérigítókezelés nem tudjuk megoldani, akár eszközös szinten lehet például a PID-falnak a fülcsőjét elzárni. Azt hiszem, így a prevenció tekintetében összefoglaltam azokat a kezeléseket, amelyek abszolút újdonságnak számítanak. És ezek a gyógyszeres, valamint az egyéb PID-fals eljárások a betegek hány százalékánál alkalmazhatóak? Hát a gyógyszeres kezelési lehetőségek azért a nagy többségüknél, tehát szakmai szempontok alapján például a PID-fal fibrilláció esetében neurológiai szempontból szinte törekedni kell arra, hogy ezek az új modern gyógyszerek legyenek fókuszban, ezeket használjuk, hiszen neurológiai szempontból minden tekintetben pozitívabb üzenetük van, mint a régi hagyományos kezelésnek. Hát egy kicsit itt a finanszírozási szempontok és hát financiális tényezők azok, amik mondjuk a mindennapi gyakorlatban esetleg egyes betegeknél háttérbe szorítják ezeket a gyógyszereket. Eszközös tekintetben nyilván nekünk kell szakmailag megválogatni azokat a betegeket, akik erre alkalmasak, hiszen az eszközös beavatkozások relatíve drágább beavatkozásoknak tekinthetők. Lipidcsökkentő kezelésben szintén azt lehet mondani, hogy a betegek jelentős része alkalmas lehet erre. Itt a gondozóorvosnak a feladata az, hogy a célértékeket, amelyeket az irányelvek jól megfogalmaznak, rendszeresen kontrollálja a betegeknél, és abban az esetekben, hogy ha látod, hogy nem érje a beteg a célértéket a hagyományos, például statin kezeléssel, akkor akár ilyen kombinált kezelési lehetőségekkel próbálja a prevenciós hatékonyságát növelni. És az elmúlt évekre visszatekintőleg milyen tendencia látszik kirajzolódni? Milyen irányba halad a stroke prevenciója Magyarországon? Hát én azt hiszem, hogy pozitív irányba, hiszen ezekből, amiket elmondtam, talán következik, hogy évről évre nő tulajdonképpen a terápiás arzenálunk, egyre több lehetőségünk van. Ez egy abszolút pozitív üzenet, tehát nyilván van sokkal nagyobb a tárházunk terápiása, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és talán azt lehet mondani, hogy ez majd meg fog nyilvánulni az epidemiológiai adatokban, hogy javulni kell a stroke megelőzési hatékonyságnak például kis hazánkban is. Van esetleg még olyan terület, amit megfejleszteni kellene a jövőben? Hát fejleszteni mindig lehet. Stroke ellátásban is, például az akut stroke ellátása még mindig kell, hiszen az akut stroke ellátás adatai, trombolizis arány azért javuló tendenciát mutat, de még sajnos eléggé régiófüggő országon belül is, tehát nagyobb centrumok jó, kisebbek talán kevésbé hatékonyan működnek, tehát ezen mindenképpen javítani kell. De hát sok esetben a prevención is, hiszen nagy beteg kutatások mutatják azt, hogy ugyan vannak szakmai irányelvek, amiket elmondtam, ezeket így kéne, hogy érvényesül. Tehát a rutin gyakorlatban azért nem mindig valósul meg, hogy egy beteget azt lehet mondani, a legadekvátabb gyógyszereléssel kezelünk, elérjük a megfelelő labócélértékeket, tehát azt mondom, hogy mindig van hova fejlődni. És a magyar stroke központokat figyelembe véve jelenleg az országnak melyik területei a legjobban ellátottak? Hát azt lehet mondani, gyakorlatilag 4 egyetem körüli régiók, tehát tulajdonképpen van egy ilyen általános országos lefedettség, nyilván a budapesti centralizáltság itt is megjelenik, de tulajdonképpen a nagy régiók relatíve jól lefedettek, és hát gyakorlatilag 30 fölötti stroke centrumunk van, tehát az átlagos országos lefedettség is jó. Nyilván a legtöbb centrumnak talán az akut betegellátás, így beleértve ezt a trombolizis arányt, ebben kéne még fejlődni.
Nagyon szépen köszönöm a válaszait.